Május végén költözött új helyszínre a Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Mit lehet tudni a Haberstumpf villáról, a frissen felújított épületről? Történetileg visszatekintve valóban ez egy múlttal rendelkező épület, legalábbis a helyi vonatkozásban ez egy színfoltja tudott lenni ennek a városrésznek. Az építés időszakában főként, amikor ez a része a városnak valóban egy ilyen, hát mondhatni, egy rurális környezet volt, nem volt a környezetében épületek, ez egy üde színfolt volt. Valójában 1899. december 31-e feliratú kis deszkát találtak meg a felújítás során az ácsok. Ez az az időpont, amikor a tetőszerkezetet befejezték. A jelenlegi szélkakas, az épület kis tornyán található szélkakas kerek 1900-as számot ír. És ez egy hosszabb időszak, közel fél évszázados időszak, amikor a család birtokolt, a család használta, természetesen itt épültek a környezetében egyéb más ingatlanok is, viszont 1948-ban az államosítás során ugye hát elveszítette a család ezt az ingatlant. 1948-ban, amikor államosították, akkor tüdőszanatóriumot létesítettek ebben az épületben. Aztán, ahogy telt múlt az idő, 1969, a másik időpont, amikor újabb funkciót kapott az épület, ekkor kórházzá, sőt, a tüdőkórházból szülészeti osztályá alakult át, úgyhogy a székelyudvarhelyiek, a középgeneráció kellemesen tud emlékezni erre az épületre, hiszen nagyon sokan, akik 69-82 augusztusáig születtek Udvarhelyen, nagy részük mind-mind ebben az épületben. Tehát kötődnek, ugye van egyfajta lelki kötődés is az épülethez. Aztán az új kórház megépülésével 82. augusztusában innen elköltöztek, a szülészeti osztályt elköltöztették, és 90-es évek közepéig itt iskola működött. Azt követően is, miután az iskola is már kiköltözött, új iskola létesült nem messze innen a mostani múzeum épületétől, különböző szakköröknek adott helyszínt ez az épület, civil tevékenységek is zajlottak a hátsó részbe, míg nem, hát a 2010-es években, hát akkor már végképp hajléktalan lakká vált. 2012-ig, míg nem Székelyudvarhelyi önkormányzata meg nem vásárolt az épületet, 2011-ben volt egy olyan időszak, hogy 11 hajléktalan is élt, úgymond élt ebben az épületben. 2012-es épületvásárlást követően került sor fokozatos kitisztítására, hajléktalanoknak teljesen természetesen az eltávolítására, és akkor funkciókat kerestek az épületnek. Így került képbe a múzeum, már első lépésben is. Aztán a valóság úgy hozta, hogy most már ezt az épületet mi lakjuk be. Milyen osztályai kerülnek ide a múzeumban? A terveink szerint mindaz, ami nem képzőművészet, az ide kerülne. Ennek ellenére képzőművészeti kiállítás közepében vagyunk, de ez a kiállítás, ez csak a megnyitó időszakával, vagy hogy a múzeum nyitásnak az apropóján került ide be a múzeumba, a jelenlegi múzeum épületünkbe, hiszen a Kossuth Lajos 42 szám alatt található képtárépülete a terv szerint megmarad eredeti rendeltetésének, tehát mi azt jelenteni, hogy a képzőművészeti kiállítófelületeink még bővülnek is lent a képtárépületébe, hiszen fokozatosan majd a történelmi raktárak, régészeti raktárak is felköltöznek. Tehát a néprajz, a régészet, természettudományok és természetesen a történelem, a gyűjtemények, ez alatt a raktárak, azok mind-mind itt kapnának helyet. Lesz lehetőség arra, hogy egyéb foglalkozásokat is kezdeményezzen a múzeum. Gondolok a múzeumpedagógiára, gondolok ilyen művészetek, meg művészeti ágak közötti közös projektekre. Mindenféleképpen cél most már az, hogy a modern múzeum az egy szélesebb skálán ugye kínálja a maga szolgáltatásait, és szinte elengedhetetlen a jelenkori múzeumnak, hogy akkor egy ilyen múzeumpedagógia vonalat állandóan tartson fent. Ez eddig is valamilyen formában működött, az újabb, nagyobb felületek erre nagyobb lehetőséget nyújtanak,
Ez kezdve attól, hogy a tematikus tárlatainkhoz természetesen gyerekfoglalkozások vannak kapcsolva, azon túlmenően pedig például a nyári táborok visszatérő motivum, őszi tábor visszatérő motivum, tematikus napok, egy olyan ugye alkalom, amikor ráépülünk egy adott kiállításnak a tematikájához, és kimondottan azzal foglalkoznak, és egy egész nap, akár családi napként erre van számva. A cél az is, hogy lent a pincer részen be legyen rendezve egy tematikus terem, ami kimondottan múzeumpedagógiai foglalkozásoknak biztosít majd úgymond lehetőséget, és ugye jövő héten nyílik egy gyógyszertörténeti kiállításunk, ez lesz az első olyan ebben az épületben, amelyre már kémiai kísérletektől kezdve különféle úgymond egészséges életmód és gyógyszerészeti praktikák vagy homeopátiás gyógymódoktól elkezdve mindent ilyen játékos módon megismertetni. Vannak ebben az évben azért az energia és főleg a pénz nagy részét a költözés az elviszi, hiszen új pontrendszerek meg hasonló tevékenységeknek a megszervezése van terítéken, viszont a jövőtől megint az éves egy nagyobbacska kiállítási projekt az terítéken van. A jó szakmai kapcsolatok révén addig is meg fogjuk tölteni az épületet kiállítással, remélhetőleg tetszetős kiállításokkal. Maros megyei múzeummal közösen most jövő héten nyílik a gyógyszertörténeti kiállítást, azt követően októberben reméljük, hogy a Herendi porcelán manufaktúrával közösen, akkor ezen a felső teljes felületen egy gyönyörű szép Herendi porcelán kiállítást nyitunk, a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttműködésben Vörös Sándor akciókat bemutató kiállítást nyitunk, azt követően pedig a Természettudományi Múzeummal Jégkorszak című kiállítást nyitunk, tehát hogy be van járatva egy jó szakmai kapcsolat, és valóban szeretnénk azt, hogy amikor infrastruktúra szempontjából is helyre kerül minden részlet, akkor majd legyenek meg azok a támpontok, amelyekre építve már nagyobb múzeumi boomot is lehet itt valósítani.